1993 Európa barokk éve. Az Európa Tanács meghirdette az országokban, hogy csatlakozzanak ehhez a programhoz a 17.-18. századnak a bemutatásával. Lehet ez zene, lehet tánc, és abban az időben a családi intézetnél dolgoztam, amely intézmény a Győri Művészet és Fesztivál Központ elődje volt. Ez az intézmény akkor esküvőket is szervezett, és így jött az ötlet, hogy az intézmény akkor egy korabeli 17.-18. századot felidéző esküvővel kapcsolódjon ehhez a barokk évhez. Idézte fel az immár 31 éves múltra visszatekintő rendezvény szervezője az első barokk esküvő megrendezésének körülményeit. Ez a rendezvény nagyon jól sikerült, és ezért a város vezetői kérték, hogy folytassuk. És adtak hozzá támogatást. És akkor 94-ben lehetett készítetni ruhákat, amelyek a barokkornak a divatját tükrözték, és hát ha már voltak ruhák, akkor következő lépésként megint megszerveztük ezt a rendezvényt, és folyamatosan kutattam utána, hogy mi lehetne még ebben a ceremóniában, ami újszerű elemet ad, ami egy kicsit kibővíti az eredetit, azt a kicsi változatot, és akkor így jutottunk el a mai időszakhoz, hogy mindig egy picivel több lett. Az első eseménynek a Zicsi Palota adott otthont, mára viszont rengeteg érdeklődőt vonz a méltán híres barokk esküvő, Győr nagy tereit töltik meg a látogatók. Keglovics Ferencné Zita projektvezető elmondta nekünk, hogy szerintem miért ilyen népszerű ez a rendezvény. Azt hiszem, hogy ennek a rendezvénynek a sikerét az adja, hogy egy kicsit ki lehet bújni a mai helyzetünkből, és visszatekinthetünk a történelemnek abba az időszakába, amikor a barokk divat volt, és ezeket az öltözeteket, amelyet viselik a hölgyek és urak, a barokkor divatját követik, és egy kicsikét egy ilyen időutazáson vehetnek részt. Az öltözetek, a viselkedés, a tánc, a zene, ez mind a szépséget tükrözi. A szépséget, a finomságot, a bájt, és úgy érzem, és úgy látom, hogy a közönség nagy számát tekintve, akik érdeklődnek, hogy erre napjainkban is szükség van. Évről évre vannak apróbb változások, új programelemek, amelyek miatt mindig egy kicsit mást, egy kicsit többet ad a rendezvény a közönségnek. Mindig próbáljuk az újdonságokat is az eseményre bevezetni. Az idei évben 0. nappal indulunk, csütörtökön, augusztus 8-án lesz majd egy nagyszabású koncert, ahol egy rock együttes és egy komoly zenét játszó együttes közös produkcióját hallgathatják azok, akik különleges zenei élményre vágynak, hiszen ez majd az lesz, barokk táncokkal fűszerezve, élő táncosokkal, a barokkó tánccsoporttal, és ez a nagyszabású csütörtöki nyitó alapozza meg majd reményeink szerint a két nap hangulatát, hiszen pénteken már kezdődnek a délután a programok. A Széchenyi téren a Generációk tánca lesz majd, ahol három táncegyüttes ugyanazokat a táncokat tanulja. Ezt lehet Guinness rekordként is felfog vagy mondani, hiszen ilyen nem nagyon volt, hogy több mint 50 táncos a korabeli barokk táncokat járja majd. Az esti órákban lesz majd egy barokk szerenád itt az Zicsi Palotában, komoly zenével, de Mozart azt hiszem, hogy a mai fülnek is nagyon jól fogyasztható. És aki még ennél is különlegesebben vágyik, a Dunakapu téren egy jazz koncertet hallhatnak, úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen nagyszabású programokkal már régen indult ez az esküvő, és akkor szombaton pedig a hagyományos események mellett a felvonulásban lesznek különlegességek, hiszen lesz a bábolnai ötösfogat,
ezen kívül még két hintó, lovasok lesznek majd a menetben, a lovasok trombitával hirdetik ennek az eseménynek a kezdetét, és ne feledkezzünk el arról, hogy a Radó-szigeten pedig hagyományőrző egyesületek korabeli hadi bemutatót tartanak majd. Sajnos az idei barokk esküvőn nem vesz részt az a pár, akit a szervezők kiválasztottak, így a barokkó tánccsoport két tagja játssza majd el a jegyes párt. Keglovics Ferencné Zita örömét fejezte ki, hogy egyre nagyobb számban vesznek részt tizenévesek is a rendezvényen, és reméli, hogy idén augusztus 8-9-10-én is sokan kóstolnak majd bele a barokkor csemegéibe.